Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjenek modolások. Ugye már egyszer régebben csináltam egy olyan videót, azóta sok minden változott a Warframe-en, és most jön egy ilyen frissítés, egy ilyen up-to-date modolások féleség. Most ezúttal figyelembe fogjuk venni az iskolákat, ugye akkor még nem voltak fókusziskolák, most már vannak fókusziskolák. Leginkább a Naramond és a Zenurikot fogjuk alapul venni, vagy éppenséggel egyiket sem. Szóval egy afféle három iskolát, vagy egyiket sem című alapon fogunk modolni, ezt most így figyelembe vesszük. Egy kicsit figyelembe vesszük, hogy miért éppen úgy modolok. Bele számításba vesszük az árkéneket, amelyiknél én gondolom úgy, hogy érdemes egy árként használni. Azt hozzá kell tennem, és ez nagyon-nagyon fontos, és minden tiszteletem oda tartozik, a Warframe istenek előtt, akik csak és kizárólag Magyarországon élnek, és az ő fejükből pattant ki, mint egy szikra ez a játék, feláldoztam a kubrókat, és tudom, hogy kértétek már a Trinity-t is. A Trinity-t végtelenségig fel lehet áldozni, srácok, mert a Blessing-el mindig újra gyógyul, úgyhogy nyugodtan lehet vágni a torkát a Trinity-nek azért, hogy a Warframe istenek engedélyt adhassanak rá, hogy én megcsinálom ezt a videót, te megnézted ezt a videót, és hogy az egész világ boldog legyen, még mielőtt összeomlanan. Én most legközelebb Baroketeert fogom feláldozni, az az én oltárom. Igen, Inarosztól kaptam. Baroketeert fogom rajta feláldozni, azért, hogy a Warframe istenek békében legyenek. Nos, akkor most szögezzük le a lényeget is. A modolások személyes döntések, ki úgy modol, hogy neki tetszik, illetve leginkább úgy modolunk, ahogy a játéktudásunk azt megengedi. Nekem a játéktudásom jelenleg itt tart, én így modolok, ha tetszik, akkor lekoppintod, ha nem tetszik, akkor meg nem koppintod, és abból gazdálkodsz, amiből van. Nos, azt még hadd mondjam el, ha elugrasz a Facebookomra, ott megtalálod a jelenlegi modolást, illetve hát nem full a jelenlegi modolás, de a leggyakrabban használt karakterekre mindenképpen a jelenlegi modolást megtalálod. Továbbá, ami nagyon lényeges, az egyik nekromancerünknek a klánba, és az egyik warlordnak, csak nálunk nekromancernek hívják a warlordot. Falkónak gyakorlatilag őnek is ott vannak a modolási, nagyon ügyesen modol, ajánlom figyelmetekre, be, sőt neki még a fegyver modolási is fönt vannak Facebookon, úgyhogy Facebookra elmentek, ott lesz így állandóban, le tudjátok koppintani azt, amelyik tetszik, ha tetszik, és vágjunk bele. Úgyhogy mindig csak mondom, szemításba vesszük az iskolákat, a fókusziskolákat, a Zenurikot, illetve a Naramont, mert abban mélyültem egy kicsit jobban bele, semmi extra, de azon belül is csak egy-két képességre fogunk korlátozódni. Számításba vesszük az árkéneket, ahol úgy gondoltam, hogy érdemes egy árként rakni a izékbe, a Sziandalába vagy helmetbe, és hát fegyvereket is egy kicsit számításba veszük, hogy milyen kombináció és miért kombináció. Mik az árkének? Az árkének, amiket megszerzünk a rédeken. Minden árként, ha elmész a Foundry-ba, a jobba, a sósarokban, rá tudsz nézni. Tehát itt vannak jelenleg ilyen árkényei, vannak nem feltelepítve. Itt van például egy trickery, ha rákattintasz, itt oldalt kiírja, hogy mit tud. Jelenleg ennyi árkénen van feltelepítve, de nem mindegyik fullos. Feltelepíteni bele tudod rakni egy necros, vagy necros helmet, tehát helmetekbe tudod belerakni, vagy bele tudod rakni sziandanákba is, és akkor boldog leszel tőle, és extra kis képességet adnak, mint például a trickery, amit hasonlóan a keresnél gyakorlatilag 10% esélyed van arra, hogy láthatatlan egy 20 másodpercig plusz kapsz egy arcane revive-ot, ami nagyon hasznos. Na, lássuk a medvét. Menjünk rá a modulásokra, gyorsan rátérünk. S, tökéletes gyilkológép, kiváló fókuszpont gyűjtő, akárhova mész vele. Ultiára alapozott buildet csináltam, ha kardra rátérve, olyan kardot azt neki, ami egy verde jól esik. Úgy modolod, hogy kurvára jól esik neked a kardod, azt nem fogom elmondani. Egyet mondok viszont, hogy legyen a kardba a
a Live Strike nevű mod, az kell neki, és mindjárt el is mondom, hogy miért a Live Strike kell. És miért mondtam, hogy kurvára modulok kardod, hogy tetszik? Azért, mert tényleg így van nagyjából, szóval ha csak nem kifejezetten tudod, hogy egy őrült végjátékra viszed az S valami elképesztően 150 szintű defense-re, ahova amúgy se az S-t vinnéd, akkor kurvára milyen kardot viszel, mert a nullás karddal is egész szépen leüli az ellenfeleket. Tehát tényleg mod nélküli karddal is egész szépen leüli az ellenfeleket, ha ultira van húzva, de nem lehet úgy félremodolni egy kardot, hogy az S ultia ne öljön, úgyhogy no para, nincs olyan, hogy melyik a legjobb kard neki, a kard van, amit viszel. De legyen benne Life Strike, az a lényeg. Nos, ugye ultia 226, tehát nem izéltem, van egy kis idő, az a kis idő az, amikor a trickery csődöt mond, a trickery mit csinál, láthatatlanná tesz az arcane trickery, amikor a trickery csődöt mond, akkor el tud lőni a láthatatlanságos, az a kis idő az, amivel el tudsz menekülni, fel tudsz készülni, és a lifestrike-os karddal kicsit vissza tud tölteni az idődet. Na most, Zenurik iskolára alapoztam az est, ezért látjátok, az energiája csak 150, tehát power 150, mert két ulti között az Energy Overflow Zenurik képesség feltölt fullra. Na most, egy kis vigor, ugye, az extra shield, az extra élet jó jön, amikor el kell futni, el kell menekülni, ezt nem egyszer tapasztaltam már. Nos, ez lenne az S-em, és ezekkel a kombinációkkal játszom, egy Arcane Trickery és Zenuriknak az Energy Overflow nevű képességére alapozom, hogy feltölti az energiát. Következő Warframe Atlas, nem kell komolyan venni a modolását, igazán nem használom, viszont van egy poén modolás, amit szeretek, illetve így ez egy a féle elszórakozó modolás, tehát semmi nagyon extra, viszont amivel tényleg szeretek elszórakozni, az a hármas képesség, és az a Petrify, és az arra csináltam egy e féle modolást, és hát lehet lekopítak, tudom, nem mindenkinek lesz Primate, fő Primate Continuity, ez most nem számít, azt raksz be, amit van, megint csak mondom, legalább motiváció, hogy megszerezd ezeket a modokat, nem mint hogyha meg lehetne, de előbb-utóbb eljön a trader, és akkor neked is meg lesznek, úgyhogy no para, nem maradsz le semmiről, de ha ki akarsz adni 5-600 platot értük, akkor meg lehet venni a tradinggel. Na most, ezzel így állunk, semmi nagyon extra, ezzel le lehet kapítani, fegyver mindegy, kard mindegy, anyám mindegy, szóval aki Atlas szakértő nyugodtan leírhat egy modolást, én nem szoktam semmire se használni az Atlaszt igazából, csak a ilyen közép szintig megyek, max egy óra egy Survivor, és ki is jövök, nem állnál meg a helyét, vagy inkább a modolásom nem állnál meg a helyét, de ezt tudom, hogy egy óra a szörvevelig megállja a helyét igazából, de az meg nem akkora nagy szám. Nos, de Atlaszról ennyit, tehát többet. Banshee viszont egyre gyakrabban használom a Banshee-t, és leginkább Sortikra fogom használni a Banshee-t, és a Banshee-nek kettőfajta modolása van, azt kell, hogy mondjam, sőt háromfajta, de abból csak kettőt használok. Van egy afféle szólósabb, túlélősebb, a lövőfegyverekre alapozva, vagy inkább úgy mondom, hogy Naramonra alapozott modolás. Tehát mész kard azon láthatatlan lesz, mert a Nadarinnak a Shadow Step nevű, Naramonnak a Shadow Step nevű képessége, ha kritikus tűz karddal láthatatlan lesz. Ez akkor OP egy dolog, mindegy már, hogy modolod be a karakterre. Vigyél egy jó kardot, vigyél egy modok nélküli. Egy modok nélküli karaktert, üsd egy kritikus a karddal, és láthatatlan vagy a játék végéig. Mert kritikusról kritikusra mész a karddal, szóval elképesztően OP dolog, szóval gyakorlatilag kivehetnék minden modot, jó? Tehát most tegyük fel, hogyha ha Naramon nem létezik, akkor ezt a modolást használnám arra, hogy túléljek egy folyamatosan nem láthatatlanságban lévő dolognál, és egy geci erős fegyverrel. Fegyver alatt úgy értem nem kard, hanem egy puska, egy fegyver, egy pisztoly, mindegy, de jól bemodolt cuccod, de amióta létezik a Naramon, az ott kurvára mindegy, hogy modolod be. Na, és van egy Sorti buildem, tehát van egy olyan, amit Sortira viszek, és szinte kifejezetten olyan helyekre, ahol fel kell tartani az ellenfelet, és crowd control kell, mint például az interception, mint például a mobile defense, vagy defense,
hogyha arról van szó, és van mellettem, ha defense-ről van szó, van mellettem egy damage-es karakter, stb. Egyszerűen csak feltartóan épet képes, tehát ezzel a build-el, ha nincsen a sortén olyan, hogy energy reduction büntető, tehát hogy fele annyi az energiád, ezzel a build-el a sortén egy interception-ön, főleg ha olyan a pálya, hogy le tudja fedni a 2.35-ös range az egész pályát, lehozod a kört, annélkül, hogy megmozdulna, tehát egyszer beultisztál és kész. De ehhez kell a Primate Flow. Ehhez kifejezetten kell a Primate Flow. És gyakorlatilag egyszer lehozod a kör, olyan kevés energiát fogyaszt, hogy képes vagy lehozni a kört. Várj, ez a build-em egyáltalán? Vagy ez a build-em? Melyik az a build-em? Nem ez a build-em. Ez a build-em? Nem? Nem ez a build-em. Nem, ez volt, az előző volt az, igen. Na, annyi, tehát tényleg olyan keveset fogyaszt, hogy le tudod hozni a kört, 600 energiából fullra le fogod tudni hozni a kört. Ezt tapasztalatban mondom. Na most, ebben az esetben fegyver mindegy, mindegy, minden mindegy. A Zenurik iskola jól jön, de ha nincs Zenurik iskola, akkor sem esel pánikba, mert van a nálad energy plate. Nos, azért is, hogyha lehozod a kört, tényleg lenullázza az energidet egy kör alatt, egy teljes interception kör alatt, gyakorlatilag, vagy egy teljes mobile defense visszaszámlálás alatt, és a Zenurik mobile defense, amire egyik helyről a másikra érsz, a Zenurik feltölt, interception-ön rásegítesz egy energy plate-en, és addig meg a Zenurik feltölt, amire kettő között lejár a kör, de van egy kis eszed, abba hagyod mondjuk olyan 98%-nál, hagyod, hogy a Zenurik töltsön, és amire lejár a teljes kör, addigra a Zenurik már visszatölt annyira. Nos, hogy jó legyen. Ennyi. Belsiről, röviden. Következő kar... Ó, Chroma. Chromát nagyon szeretem, csak mivel lusta játékos vagyok, így azt ritkán használom, de kiváló. Azt kell mondjam, hogy nagyon jó bildem van rá, tehát nagyon szeretem ezt a bildet, és amit láthatjátok, mert szerettem is ezt a karaktert, mert... benne vagyok, illetve hát öt formát bele is toltam, és hogy megcsináljam a általam legjobbnak gondolt buildet. Na most, Chromát nagyon sokféleképpen lehet buildelni, és szerintem nagyon jó buildelni, és sok mindenkinek túlélési lehetőséget ad. Kezdőtől és tapasztaltabb játékosig a Chroma mindenkinek ad lehetőséget arra, hogy maximális ideig bent tudjon lenni egy küldetésen, anélkül, hogy különösebb gondot jelentene. A Chroma egy nagyon jó karakter, egy nagyon erős és nagyon jó karakter. Mindegy, hogy kezdőszinten és vannak ilyen módjaid, vagy hát pro szinten kurvára mindegy, de ha kezdő vagy, akkor is nagyon jó a Chroma, szerezd meg. Ezt erre azt akarom mondani, öt forma kötelező, de ha nincs, az sem gáz. Ha nincsen öt formád a Chromában, és nincsenek ilyen módjaim, a Chroma videómban bemutatott modolás kezdőknek nagyon jól jön. Az tud segíteni, úgyhogy érdemes arra elgondolni és megnézni. De most rátérünk a mostani Chromára. A mostani Chroma, még ez a modolás már akkor létezett nekem, amikor még nem voltak fókusziskolák, azóta is helytelt. Tehát, ha valami oknál fogva a Zenurikot választottad iskolának, és még nem húzol Maramont, akkor tökéletes lesz neked ez a build. Ha Naramont húzol, akkor ez a build még tökéletesebb lesz. Tehát a Naramont Shadow Stepjét, ha bekapcsolod, akármilyen kard, mindegy, hogy milyen kardot használsz, de én a kardodban Life Strike. Ha kritikus tudsz, ugye karddal majd végül bekapcsol a Shadow Step, és egész játékban láthatatlan vagy, és ezáltal a Chroma újra kényelmessé válik, mert nem kell folyamatosan kapcsolni a 2-3-as képességet, hogy extra erőt nyerjen, de most magyarázzuk el egy kicsit az extra erőt. Ugye van benne egy Steel Fiber és egy Vigor, illetve a Vigor, azért Vigor van benne, mert, és nem mondjuk egy Redirection, hogy még több sídet adja, azért mert a Redirection az túl sok. Már hiába raksz bele a Redirection-t, a sebzésed, tehát ugye amikor sebeznek, az armorod megnő, amikor shieldre sebeznek. Hiába lövik le a redirection-t, az armorod egy idő után nem fog nagyobbra nőni, mint ahogy kéne. A vigor az a tökéletes kombináció arra, hogy hogyha azt lelövik, akkor úgy nő vissza az armorod maximális értékét. A redirection
is berakhatod, ha nagyon tetszik, de nem lesz nagyobb az arborod a Redirection-től. A vigortól pont annyi lesz, amennyi kell, hogy legyen, amitől nagyobb már nem tud lenni, ha így tetszik. A Redirection-nel meg hát több lesz a shielded, de az armorod a végül nem lesz nagyobb a hármas képesség hatására. Na. Jégkroma, tűzkroma, gázkroma, mindegy mivel elviszed, ez a modolás jó lesz neki. Az, az igazság, szóló, ez egy szóló Survivor, azt elfelejtettem mondani, van egy csapatszintű chroma buildem, és a chroma móka tömegeket tart föl, szabályoz, ölni tudja őket, jó egy defense-re a chroma, nem beszélve arról, jó pénz farmoló. Hol tartom? Itt tartom, igen. Ez lenne a csapatszintű build, még mielőtt látjátok, nincs benne range-em, nem, a chroma ultiára nem hat már a range. Régen hatott, de most már nem hat rá a range. Van benne flow, mert kurva sok energia kell, ugye, amúgy nem fogyaszt részesen sokat. Természetesen ez itt már a Zenurik iskolára alapoz, azt kell, hogy mondjam, és ilyen adatai lesznek ettől a modolásra, tehát az ultiá ugye leveszi a bőrét, van 15 000 élete, ami nem egy rossz dolog, azt kell mondjam, és damage-e is megnövekedett, de leginkább ugye a crowd control képességére alapozunk, és arra bocsánat, hogy minél kevesebb energiát fogyasszon, tehát a 2,5 a legkevesebb, amit tud fogyasztani, eddigi tudásom szerint a chroma, szóval annál lejjebb nem lesz, és nagyon fontos, mert amikor már nagyon nagy szintű defense-en jársz, és de tényleg nagy szintű defense-en jársz, szóval 100 fölött jönnek bővivel, már 200 köré vennek az ellenfelek, ez a power duration fog megmenteni, mert a 2-3-as képességed megint csak igen-igen jól fog jönni, hogy lesz egy kis extra armorod, vagy életed. Na most a chromához, a solo buildhez, ugye solo buildhez Naramont ajánlok, Shadow Step-et, de tökéletesen jó Zenurikkal is, tökéletesen jó. A defense build-ed mindenképpen Zenuriket, mert mindig lesz energiát, ki se kell mozduljál a megvédendő dolog mögül. Ne feledd, ha ultiban vagy, nem fog újra töltődni az energiát. Tehát néha be kell hívd az ultidat, megvédeni a podot, fel kell törst, két kör között feltöltöd az energiádat. Goodbye. Mehet a parti. Na, és meg tudod védeni magadat, ha gáz lenne, mert van időd. Időd lesz arra, hogy ha bekapcsolod a 2-es és a 3-as képességet, chroma, geci jó. Szerezzétek meg a chromát. Erős fegyver, erős kard, mindegy, mit adsz neki a kezébe, a chroma túl fog élni. Kezdő szinten, pro szinten, mindenhol, de a chroma túl él. Szerezz meg a chromát. Chroma jó. Ember, üdvözöllek az Ezer Plat világába, ami ott a Warframe az elején azóta nem láttam egy olyan Warframe-et, amit ugye kivettek a játékból, Ember Prime-ot, és jelenleg tényleg ez Ezer Platot is rúgja a tradingen az ára, az emberek Ezer Platot próbálják eladni, és vannak olyanok, akik ezt kifizetik érte. Ember szép karakter, és ami ott a változott egy nagyot a Warframe, azóta egyre túlélőbb karakter lett. Viszont nem egy tank karakter, megint csak mondom, észre kell vele játszani, olyan, tehát gyakorlatilag. Ha Naramon iskolára húzod az ember, kurvára mindegy, hogy modolod, kiviheted az összes modot, úgy is működni fog, főleg, ha be van kapcsolva a Shadow Step, de ha nem, ha Zenurikot húzol, mint én, akkor kénytelen voltál másképp modolni. Ugye úgy modoltam az embert, hogy crowd controllos legyen inkább, egy nagyobb területen, de legyen rá egy kis damage is. Nagyon változik, hogy ki hogy modolja az ember, ki hogyan modolja az embert. Nekem egy kicsit magas az energiaköltségem, nem feltétlenül. Ha azt akarod, hogy az embered ne fogyasszon sokat, nem feltétlenül ezt a buildet kell lekopítani, de ha van egy primet flow-d, akkor kurvára mindegy, mert tapasztalatban mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és még egy kicsit több nagyon hosszú ideig fel tud tartani neki az energiáját, anélkül, hogy különösebben felvennél energy orbokat, ha nem droppolna a játék. De mert a játék kurvára droppta, így kurvára mindegy. Úgyhogy így jártunk. Na most, ja, a chrománál, felejtettem elmondani, a chrománál chroma, equip, chroma, használok árként, mégpedig árként, ha lehet használni árként grace-t is, de én ugye, hogy hívják ezt az árként?
Armor Arcade használok, basszus, olyan hirtelen akartam mondani a nevét, hogy elfelejtettem, hogy melyik armor, melyik az armor akarja adni, de a chroma, ja, benne van a helmetjében, most már kerül bele a helmetjébe egy Arcane Strike, csak gyorsabb kardozás érdekében, Guardian, na, Guardiant használok, extra armorért, de lehet használni Arcane Grace-t is. Nos, ember, gyorsan elnézést ezért a kis valamiért, csak érdemes, Arcane Guardian, Arcane Grace, Arcane Strike a helmetbe esetleg nagyon jó kombináció, és érdemes használni. Nem, sőt, kötelező használni. Kötelező, tehát gyakorlatilag nagyon megnövel a chromának a túlélő képessége mindenhoz. Szóval embert úgy modoltam, ki hogy modolja, szeret, van, aki leveszi az erejét fullra, és full range-et ad neki, és be a Firecrack nevű augment moddal, ami szerintem kötelező az emberbe, hogy crowd controllos legyen. Én úgy a kettő kombinációt választottam két formával, és Xenoric iskolára alapozva. Tudom, ulti közben nem töltődik az energiát, de no para, ha kikapcsolom, akkor gyorsan feltöltődik. Primate Flow-val, a Primate Continuity és a Streamline a kettő együtt, tehát hogyha az időt kombinálod effektivitással, még nyerhetsz maximális effektivitást. Nos, ez a lényeg. A kettővel együtt hoztam ki egy viszonylag gos energiafogyasztás, de mondom, ez kezdőbb szinteken, ez gondot jelenthet, ez a build-el is, a Primate Flow is csak sima continuity van. Mert sok energiát fogyasztasz ahhoz képest, a kezdőbb szinteken érdemes full duration-t, vagy full effektivitást választani. Vagy-vagy alapon. Én jobban kedvelném a duration nevű vagyot, hogy így mondjam, tehát hogyha már arról van szó, hogy nincsenek ilyen modjaid, akkor durationre húzd, miért? Mert a kettes képességével extra damage-ot nyersz. Na, de a Firequake kötelező belemód. Nos, így néz ki. Azért van így modolra, mert crowd control és erő, tehát crowd control és ölés alapon, mert őt viszem extermination missionökre is. Xenoric iskola, a fegyver fontos itt. Mindegy, hogy milyen, de olyan legyen, az a fegyver legyen azok közül, hogy a mindegy, amivel gyorsan tömegeket tudsz hatástalanítani. Miért? Bekapcsolod az ember ultit, és már 60 percnél jársz a Survivor-on, és defeled az emberrel, nem rohansz fejjel a falnak, nem mész szembe az ellenfél, az emberrel úgy játsz, hogy mindig egy fal mögül hagyod, hogy az ultid elintézze. Az ulti alatt a Firequake-et, értem, a Firequake mit csinál, kiüti alóluk a talajt, tehát elesnek tőle. Ha nem hal bele, de elesik, nem lő rád, megállsz egy fal mögött, kilesen, elestek, és közéjük lesz egy tonkorral, vagy közéjük lesz egy szinnoi cimolóról, ami tömeget intézel gyorsan. Ez az ember trükkje. Azon felül kiváló fókuszpontgyűjtő amúgy az ulti, amivel, hogyha erős ultid van, ki lehetett jobban erősebbre is húzni az ultid, de szerintem fölösleg, és elmész drakóra, és lehozod a pályát. Na, erről beszél. Ember, keci OP lett. Ez ennyit róla. Na, következő karakter, Equinox. Equinox modolásom éppen csak na. Nem vagyok egy Equinox szakértő, de tudom, hogy el lehet vele bohóckodni. Ha nagyon muszáj, akkor magasabb szintek is, de semmiképp sem egy végjátékra. Van egy ilyen modolásom. Egyet én nagyon fontosnak tartok, a Peaceful Provocation-t, azt kell, hogy mondjam. De létezik egy másik modolásom, amit jobb szeretek használni. A féle szólósabb, de csapatnak is segít féle modolás. A Peaceful Provocation Augment moddal. Gyakorlatilag, és ami azt csinálja, ugye a Peaceful Provocation, a Pacify és Provok izékre, képességre, és a hármas képességére az éjszakai és nappaliban. A nappaliban lelassítja az ellenfeleket, éjszakaiban lelassítja az ellenfeleket, nappaliban pedig extra erőt biztosít az ultidnak. Na most ez a modnak az ereje, hogy hány százalékban lassít, és hogy hány százalékban ad extra sebzést, extra erőt a képességekre, a társaknak és neked, extra erőt, függ attól, hogy milyen erősre húzod a karaktereted, mennyi a power strength-je. Ha magas a power strength-je, annál több százalékban lassít, és annál több százaléknyi erőt adsz a társaidnak és magadnak a képességeire. Szóval úgy kell megfontolni
ezt a bildelést. Ez egy olyan elszórakozom bildelés, és el vagyok vele című történet. Ez egy nagyobb területen elszórakozom bildelés, kevesebb az energia, felhasználás, ezért mindenképp zenorik iskoláról van szó. Nagyobb területen, nagyobb erővel, tehát ez inkább a csapat bildelés. Zenorik iskolára alapozva a naramont húzó kurvára mindegy, hogy melyiket használod ezek közül, de akkor már javaslom ezt használni. Naramon Shadow Step-el ezt érdemes használni. A problémád a energia fenntartással lesz, ezért kell a Primed Flow, mert energy per second kurva sok, szóval gyakorlatilag ez egy trintire van kitalálva. Szóval nem ez az a build, amit elviszel szólószörve, arra inkább ezt választod, mert itt kevés az energia felhasználás. És egy szólósabb bildelése, tehát energy per second 0.88, el lehet vele lenni. Nem az a frame, amivel meg tudsz állni egy helybe egy percre is lenyugodni, mozgásban kell lenned, a 100 armor kutya kalap szart se ér, igazából már magas szintű ellenfelek ellen, de viszont az, hogy be tud kapcsolni a ultiát, és crowd control szempontjából nem egy rossz, tehát túl lehet vele élni, de én speckon nem őt vinném el nagyon durva túlélőkre, de tudom, akik vannak, akik nagyon szeretik és értik ezt a karaktert. Excalibur, no comment, szerintem az egyik legkényelmesebben modolható karakter, továbbá az egyik legváltozatosabban modolható karakter is. Kezdőtől pro szintig, mindegy milyen modod van, az Excalibur megoldja, túléri, és ezért mondom, változatosan modolható és nagyon jó modolható. Több fajta builden van Excaliburra, Solo Survivor, így Zenurik iskolára alapozva, vagy Naramonra, mindegy. Továbbá használok egy Arcane Trickerit, vagy Arcane Guardiant, vagy Arcane Grace-t, mindegy ilyen Arcane-t raksz neki. Ezek Trickery, Guardian, Grace, ezek nagyon jók neki, azt kell, hogy mondjam. És ez a Solo Survivor. Továbbá azt elárulom nektek, hogy létezik egy olyan Arcane, de ezt Jordas Verdict-tel lehet megszerezni. Létezik egy olyan Arcane, amit nagyon megfontolandó, hogy belerakni Excaliburba, mert finisher esetében 25% esély arra, hogy 10%-ra, tehát 25% plusz 15% armort nyersz, ultimate esetén 100%, tehát finisher esetén 100% esély arra, hogy 60% armort nyersz 40 másodpercig, úristen, mi az az OP? Tehát ez Arcane Ultimátum, Jordas Verdict-tel lehet megszerezni, ott dobta nekünk legalábbis. És gondolkodj, hogy miért nem S-be rakom, és miért Excaliburra? Azért, mert az S-t hamarosan át fogják dolgozni amúgy, de én az Excaliburra nagyon sokat finiselek, mert ez a build nagyon alapoz a kettes képességre, és végül, amikor már nem bírod karddal, akkor alapoz az ultimate képességre. De mindig vakítok, és mindig finishert játszom, ezért is használok egy Arcane Trickerit sokszor. És mivel most már van ez az Arcane-em, nyugodtabban használok Arcane Trickerit, mert a helmetébe fogom belerakni ezt a fajta Arcane-t. Vagy ha nem helmetbe, belerakom Syndanába és bármelyik másik karakterem tudja használni, talán az lenne az okosabb, de hogyha nagyon meg akarom kombózni az Excaliburt, akkor belerakom a helmetébe, és egy másik fajta Syndanát használok, amiben van egy másik fajta Arcane. Ez egy nagyon jó build, tényleg, ezzel kurvasokat túl lehet élni, de a kettes képességre ne feledkezz meg, Excaliburra amúgy is kell szinte használni, kard mindegy, csak legyen benne Lifestrike, ha Naramont húzol, akkor kurvára mindegy, ilyen képességet raksz bele, de Zenurikot húzok, fuck yeah, energiával bírja, tehát nincsen gond, maximális effektivizáson vagyok, nincsen gond nála. Más bildem is van Excaliburra, az az igazság. Ez a bilde semmi. Na, ez pedig a bocsánat, ez pedig a raid-es bildem, tehát a Law of Retribution, tehát bildem, vagy hogyha arról lenne szó a Jordas Verdict-re, csak Jordas Verdict-re másról meg, tehát ezt viszem raid-re, ez vakításra és területre kihúzott
tehát crowd control, mirás helyettesítő, így mondom. És miért szeretem jobban Raiden az Excaliburnál a mirást? Mert gyorsabb. Gyorsabban vakít, nem kell vele annyit tökölni, menet közben is tudok vakítani, tehát gyorsabban tudok reagálni bármire, mint a mirás. Mirásnak meg kell állni egy helyben, le kell ultiznia, istenemet, századok telnek el, amire a mirás bevakítja a pályát. Persze, ha a mirás bevakítja, akkor tényleg bevakítja az egész pályát. Excaliburnak nem olyan nagy a range-e a miráshoz képest, ezért szeretik jobban a mirás, csak gyorsabb. És körbeugrálom kétszer a pályát, amire a mirás egyszer vakít, és bevakítom kétszer a pályát, amire a mirás egyszer vakít. Szóval, és nem kell helyben állnom vele. Ezért szeretem jobban az Excalibur. Rakhatnék bele még egy formát, mondjuk ide a Exilus modjába, hogy őszinte legyek, de inkább nem. Azért, hogy Corrosive Projectionre váltsak, hogyha a Raidről van szó, de igazából kurvára leszarom, mert nem muszáj. Az a lényeg, tehát így is túl lehet élni a Raidet. Jó, tehát ezek lennének az Excalibur üdvek, szerintem nagyon jó bildek, de tényleg érdemes megfogadni. Frost nálam a csapatjátékos, ezért is van ez a bildje, amit szóló hülyeséget mondok, csapatra használok, csak és kizárólag csapatra, a gömbre van húzva, hogy a gömb erős legyen, és elférjen alatta a csapat. Ezt használom rá. Arcane is használok rá, Zenurik iskolára vagyok csinálva, és gyakorlatilag Arcane Guardian-t használok rá, kicsi extra armor érdekében amúgy, nem mint a nem lenne neki elég, de még extra armor érdekében Arcane Guardian-nál tökéletesen működik. Ugye ez lenne a csapatbuild. Nemrég csináltam egy gyors szólót. Tehát egy ilyen gyors szóló, de annyira érdekesnek bizonyult amúgy, hogy annyira jónak bizonyult, hogy megtartottam. Ez lenne a nagyon gyorsan összerakott, tehát tényleg annyira gyorsan, hogy egy játék előtt unatkoztas, nem tudtam, egy szorti előtt unatkoztas, nem tudtam, hogy mivel megyek be, és úgy döntöttem, hogy bemegyek egy Frosttal, de nem tudom ha már, hogy miért adtam neki annyi continuity-t, nem emlékszem. Ja, tudom már, hogy miért adtam neki continuity-t, most nem emlékszem. Szóval ez egy gömbre és ultira kihúzott fajta féle sorti survivor modolás, de vicces, mert így lehetne jobban csinálni, csak annyira bevált, hogy megtartottam Zenurik iskolára alapozva. Miért adtam neki időt? Mert az ultival lefagyasztom az ellenfelet, és sokáig lefagyva maradnak, és nem tudom ki tudta, de az Frostnak az ultija, az dibufolja az armort a grinéreken. Illetve mindenen, ami armor van, dibufolja, nem is kevés, 70%-kal. És ő lefagyasztottam őket kurva hosszú időre, így nyugodtan végig mehettem rajtuk, de ha Naramont iskolát húzol, a Shadow Step-e kurvára mindegy, mert az a túl fogod élni, így gömb és ulti van. Ha leraksz egy gömböt, kicsi gömböd van, egy személyes, de kecire erős. És túlél minden. Na, azért is van benne Steel Fiber, Armored Agility és egy kis erő, mert a gömbnek lesz erejem gyakorlatilag. 13, ezzel lehetne több is, de lesz ereje. Szóval az a lényeg. Nos, itt szerintem itt egy kicsit több lesz talán a gömbömnek az élete. Ja, itt is 13,000 valami leveszar, de nagyon jól működik. Van, aki csinál ilyen 16,000-es gömböket, ugye ezen fölösleget. Kettő gömb, nem négy, kettő gömbnek az ereje adódik össze. Hiába raksz a négyet, nem fog összeadódni az erejé. Kettő gömb ereje adódik össze, ezt akartam mondani. Nos, Zenurik iskolára alapozva a csapatbild. Ez a nagyon furcsa és kezdetleges szó. Solo Survivor build, ez Naramon iskolára mondjuk így, na, de túléled vele, teljesen mindegy mi van, tehát az a lényeg. De jó build, érdemes, és olyan build, amit kezdőjátékosok meg tudnak közelíteni. Hydroid, a másik olyan karakter, mostanában jobb, egyre jobban felkelti a figyelmet, azért mert viszem Sortira, Sortin belül is Interceptionre, ezért csináltam egy olyan buildet, ami ulti, illetve farmolós és sorti interception féle build is,
mert lemegyek tócsában. Na most a Pilfering Sword nevű augment mod a farmolás érdekében ultira alapozva van a megfelelő energiaeffektivitás, és a tócsához is természetesen lemegyek tócsába, és egy teljes sorti kört a Primate Flow-nak köszönhetően le tudok hozni. Zenori kiskorára alapozok, mint látjátok, nincs benne forma, nem is kell, kényelmes karakter. A lényeg az, ha későbbiekben leformázod, oké, de hogy nem muszáj neki, és ezzel még a sortin is mondom, hogy túl fog élni. Az a lényeg. Na, ez egy jó build, ugye, egy kiegyensúlyozott jó build hidroidra. Következő... Inaros, hát ugye az új kedvence mindenkinek, tetvesül OP karakter. Igazából ha mutatnék, ha nem mutatnék rá a modolást, tök mindegy, mert annyira könnyű és annyira erős ez a karakter, hogy három forma, Naramon iskola, és ennyi. Három forma, Naramon iskola, ez az egyik modolás. Én egyes képességre modoltam, és az ultira, hogyha szükség van rá. Hogyha szükség van rá, de nincs rá szükség. Használok bele árként Zenurik vagy Madurai iskola, Zenurik vagy Naramon iskola, kurvára mindegy, melyiket húzod, Naramonnal csak OP-b lesz. A Zenurikkal, mivel többnyire Zenurikkal megyek, ezért ezt a buildet használom, ez a legfrissebb, amit csináltam Inarosra. Annyira jó beválik, hogy kurvára mindegy, hogy meddig maradsz vele. Addig maradsz vele, hogy reggeltől estig jó lesz. Kurvára mindegy. Tényleg kurvára mindegy az Inarosznak. Időre, mert az egyes képességre alapozok. Nagyon alapozok. És én viszek magammal egy kést. És még mielőtt azt mondanál valaki, hogy Tactical Potato lestem el, Tactical Potato, amióta én ezt használom, akkor még Tactical Potato sehol se csinálta meg ezt a videóját. És viszek magammal egy tört, azért, és a törtben benne van kötelezően a Covert Vitality mod, mert ez azt csinálja, mindegy, hogy milyen magas szintű a karaktered, le fogja ölni. És mivel az egyes mit csinál, az egyes finisherre nyitja meg az ellenfelet, ezért a Covert Vitality mindig, mindegy milyen szintű az ellenfelet, egy szúrással leöli. De egy törnek kell lennie, egy valamilyen törnek kell lennie. Az a lényeg. Na. Ennyi. Tehát erről ez a build nem kell másik. Tehát ennyi. Inaros OP as fuck. OP as fuck. Ivara. Nagyon megszerettem, amióta megtanultam azt a buildet, illetve láttam én is azt a buildet, ahogy túl lehet élni Survivoron vele 600 óráig. Gyakorlatilag azt csinálsz vele egy Survivoron, amit akarsz. Láthatatlanságra alapozva. Na most, ugye Ivara most nálam már egy solo Survivor karakter lett, le is lett formázva egy párszor. A lényeg az, hogy ezt a modolást használom solo Survivorre, ez a modolás, ez a féle ilyen ultival előkörködő modolás, semmi extra. De tényleg ilyen ultira kihúzott, semmi extra modolást. Viszont ez a modolás, ez egy nagyon erős modolás. Arra van kitalálva, hogy láthatatlanságban kilopd az ellenfelet, és bennmaradj nagyon sokáig egy Survivoron. De tényleg nagyon sokáig bennmaradj egy Survivoron. Mert végig láthatatlan vagy, és végig elaltatod az ellenfelet, és végig meglopod az ellenfelet, és megint csak ugyanazt a tört, egy tört használva a Covert Vitality moddal, helyből le tudsz ölni mindenkit. Geci OP. Geci OP. Zenurik iskolára alapozol, hármas közben nem kapsz energiát, szóval néha ki kell kapcsolt, de ne feledd, hogy az egyes képességgel is tudsz láthatatlanságot adni magadnak, kilősz egy íjat, beállsz bele, és megvárod, hogy a Zenurik feltöltsön. És megvan oldva a dolog. Geci OP modolás, de csak és kizárólag, nem csak és kizárólag, önmagában modolás is OP, de a törrel egyszerűen fantasztikusan OP veszély. És ha van melletted még egy tankor, ami után kiloptad őket, tömegével pusztulnak, ez egy nagyon jó modolás, ez tényleg érdemes. Ez tényleg érdemes megfogadni. Az az igazság. Limbo nálam az a karakter, amit sortira viszek, hogyha rescue-ra kell vinni, és ennyit, semmi más nem használom, ahhoz ezt a modolást használom. Naramont lehetne javasolni hozzá, tehát Naramont javaslom hozzá, kritikus tic a karddal láthatóan leszel, goodbye. Ennyi,
Ezt a mondást használom, arra van, hogy kimentsem a túszt és hazavigyem. Ennyi, el van döntve. Vagy elviszem defense-re, és ott is a megvédendő tagot, sortiról beszélünk, sortin, tehát csak oda viszem, sehova máshova, ahogyha viszem, vagy elviszem egy sorti defense-re, és belerakom a riftbe a megvédendő tagot, és el van döntve, de semmi extra. Ez sem, mint a cukor, amúgy arra készül fel, tehát ha sortin vagy. Ezért szoktam a limbóval vinni, és nagyon fontos, hogy a limbóval vigyen, nagyon fontos, egy kutyát, mégpedig az aranybogaramat viszem, miért? Mert ő egy huraszkubró. Huraszkubró láthatatlanságba tesz, miért? A limbo ultia, ugye ha ultiban, hogyha a riftben vagy a limbóval, akkor nem tudsz használni paneleket, semmit. És a huraszkubró hogy működik? A huraszkubró úgy működik, ha rád lőnek, láthatatlan barak. Kapsz egy golyót, láthatatlan barak. Nem is kevés ideig. Szóval, és mindig akkor lak valami láthatatlan, amikor szükség van rá. A séd ezzel ellentétben egy kalapfos, az nagyon rövid ideig tart láthatatlanságban. Viszont a kutya az hosszú ideig, és akkor, amikor kell. Szóval a riftben végigfutok a pályán, a kutya láthatatlanságban volt, kijövök a riftből, és akkor is láthatatlanságban rap a kutya, hogyha riftben vagy és rád lőnek. Kijövök a riftből, és meghekkelem a palet láthatatlanságban halálnyugodtan, míg a kutya leköti magát, mert a kutya magát is védi, szóval ha rálőnek, láthatatlanba megy. És meghekkelem a panelt, bemegyek, meghekkelem a panelt, ezt nem egyszer csináltam meg, szóval bemegyek limbóval könnyedén, meghekkelek minden panelt, kiszabadítom a tuzd, lerakom riftbe őt is, magamat is, kimentem. Goodbye, el van intézve a sortit. És többnyire szólóba megyem le az ilyen reszkjúkat, mert nem érdemes más társakkal menni, mert nem tudnak olyan gyorsak lenni sokszor, ugye, mint én, és hogyha nem tudnak ilyen gyorsak lenni, akkor ott ragadnak, és lerolják őket az ellenfelek, és onnantól vége van a játéknak gyakorlatilag. De ez egy jó modellás arra például. Loki, hát Loki az ilyen... Én nem is tudom, mikor vittem utoljára Lokit akárhová is, hogy őszinte legyek, amióta vannak sokkal szórakoztató karakterek, de íme itt van, solo build, láthatatlanságra és zenőrök iskolára húzva, igazából. Kis vehetném a flow-t, csak még nem létezett a flow, mert még nem voltak iskolák, amikor ezt a modolást megcsináltam, azóta se kell neki új, kurva jó modolás. És ultira is van csinálva, tehát néha elultiszhatod magad, hogy láthatatlanság, hogy kifejezd a fegyver. Ez egy jó modolás Lokira, egyformás, tökéletesen túlélsz vele, akárhol, akármi legyen, láthatatlanságra kihúzva, zenurik iskolával, a flow helyére berakhatsz, amit akarsz, berakhatod az irradiating disarmot, ha már itt vagyunk, így, zenurik iskolára alapozott, ulti és láthatatlanságra rakott modolás, kurva jó, tehát semmi extra, viszont van egy nagyobb területre kihúzott raid modolás is, Corrosive Projection-nel, ugye, hogyha raid kéne menni a kihoz, én már nem tudom, mikor nyúltam utána erre a kihoz, én raid. Ugye a bombavívő feladatát szokta a kihoz ellátni. Irradiating disarm viszont oda akkor kötelező, ahogy ezt szokták mondani, szerintem kurvára mindegy. De ez lenne az a raid, a low retribution modolás, és tudom, hogy hát sokan szeretik a Lokit, úgyhogy íme itt van. Én is nagyon szerettem a Lokit, ő volt a kezdő karakterem, de ennyi, tehát semmi extra, ez a két modolás van rá. Szerintem érdemes megfogadni őket, nagyon jó modolások, semmi baj nincs velük, tökéletesen működnek meg. Meg hamarosan átdolgozásra fog kerülni, másképp lesznek egy kicsit az energia adatai, illetve a felhasználás adatai, de attól függetlenül háromfajta bilden van rá, mindegyik build különböző szituációkra jó, de megfelelően jók, tökéletesen jók. Az új, aki nézte a dev streamet, majd beszélgetünk arról is, szóval meg zenurik iskolára van alapozva kettes képességre, tehát leginkább korpuszok ellen viszem a meget, értelemszerűen. Kettes képessége gecire le lehet ölni mindenkit. Effektivitás 160-as range, mert így is nagy range-en hat a meg, és 190-es erő, mert hogy halljon meg mindenki című történet. Van egy még nagyobb range-es build, semmi extra, és van egy kifejezetten erőre buildet build, csak szórakozásból semmi extra. Ez a build az, ami
ami számít. Na viszont a megnek az energia felhasználása, átdolgozása fog kerülni, és abban az esetben érdemes lesz átmodolni a meget, és ahogy néztem, ez csak sejtés, jó? Tehát ez nem kell konkrétan venni, ahogy néztem abban a megben, kérlek szépen, jó lesz, hogyha adsz neki egy kis időt, annál a bildelésnél majd egy kis időt kell adni neki, mert a hármas képességre nagyon fog alapozni. Ennyi lett volna. Árként igazából megnél nem annyira muszáj használni, tehát nem kötelező, de ha van valami, akkor berakhatod. Rengeteg fajta árkén van, tehát valami jó jön neki is, című történet, szóval szinte már minden szenderában van egy árkén. Az Enric iskolára alapozva defense-en bárhol helyt fogsz tudni vele állni. Ennyi lett volna meg. Ő vele majd később, tehát az majd ha átdolgozzák. Mesa ulti a halott, most már solo survivor karakter, de olyan szinten solo survivor, hogy én csak solo-ra vinném be, tehát hogy ne legyen senki veled. Mert a 3-as-2-es képességére alapozom, de hogyha a 2-es képességére lemegy rólad és átugrik a társadra, nagy gázban leszel. De tényleg nagy gázban leszel. Na most. Ez lenne az a modás, amit én úgy használok, hogy szóló szörrel, de annyira szóló, hogy csak én vagyok bent a izébe. Egy nagyon erős lövőfegyverrel, kettes-hármas képességre kihúzott build, annyi a lényeg, egyformával tökéletesen el, hogy kettes-hármas képességre kihúzott build. Tudom, az aura módjára rakhatnék valami jobbat is. De nekem tökéletesen megfelel, nem beszélve arról, hogy Naramont viszel, már pedig Naramont fogok vinni vele, akkor kurvára mindegy. Akkor kardozhatok is, mert annyira megvéd a kettes és a hármas. Hogyha a kettes elrontja az ellenfeleknek a fegyverét, a hármas pedig egy kis extra pajzsot ad. Ennyi. A nagy történet, de nagyon erős. Erős egy build, az biztos, és lehet vele bírni. Mindegy, hogy Naramont Shadow Step, vagy éppen mondjuk egy Zenulik, iskolába viszi. A lényeg az, hogy ha társakkal mész, akkor Naramont viszel, ha egyedül mész, akkor vihetsz más iskolát is. Használhatsz bele amilyen arként csak akarsz igazából. Én szerettem a Guardian-t, azt kell mondjam, mert tudom, 65 az armor, és egy kis extra armor talán segít a túlélésben. Arról van szó, de a kettes képessége annyira OP a mesának, hogyha egyedül vagy egy survivorról, hogy tényleg elrontja az ellenfeleknek a fegyverét. A hármas képessége pedig kibírod a bombard lövését, az a lényeg. Nagyon jó build, érdemes megfogadni. Mirást is már elég régóta nem viszem sehova, az igazság, mert lassú, de viszont nagyon szeretem az egyes képességét, ezért is van egy időbildem. Egyes képességre kihúzva, Zenurik iskolára, régi már a bildelés, de azóta is megállja a helyét, tehát fölösleges volt változtatni a flow-t, annyiban változó, hogy a flow-t kivehetem. De nem is tudom, mit raknék bele, mert csak szinte egyes képességre, nem ultira kihúzott. Energy Siphon, Zenurik iskolára, tehát mindegy, tehát arra van, hogy egyes ezzel lőjél, mint a hülye robbanóanyagokkal, tehát erre van. Van egy raid buildem is, mert hogy miért ne legyen, című történet, semmi extra, az így néz ki. Több terület, ennyi, és egy kicsit több idő, szóval egyébként Corrosive Projection miatt csak a Corrosive Projection miatt, és hogyha senki más nem hoz semmi olyan karaktert, akkor tudom hozni őt is, tehát semmi extra. De inkább azt mondja, ez az a példa, amivel el lehet szórakozni. Ultira is jó, egyes képességre is jó, az sem szerintem, amit akarsz igazából. Na! Ennyi. Mirázs OP, szóval ő is. Macross, nem is tudom, átmondolta a Macrosst, amióta változtak a szabályai egy kicsit, mert Macrossnak változtak a szabályai, úristen, mit csináltam, ezt valamit csináltam, mert ön is emlékszem, mikor nyújtam hozzá a Macrosst az utoljára. Lássuk, igen, ez a farmolós build. Farmolsz, mint a hülye. Despoil ugye benne van, és az a lényeg, hogy farmolsz. Ennyi. Az a lényeg, hogy farmoljál. Ez a farmolós build. Picsába nem csináltam. Elnékszem, csak elkezdtem csinálni, de nem fejeztem be. Ez pedig a izé lesz. Valószínűleg ez így néz ki, a történet folytatása.
Szerintem nincs. Úgy megcsináljuk gyorsan. Kelleni fog a flow. Yep, és... Nem is tudom, Shield of Shadows, nem tudom, legyen ez. Tessék. Nem, ja, azt már nem rakhatom bele. Mit rakjunk bele? Jaj, de hülye vagyok. Hülye vagyok. Várj. Itt valami. Ez nem kell ide. Van egy ilyen szólósabb a Necronnak is, egy ilyen szólósabb bildelése, ami most ugye a Necrozban nagyon jó lett crowd controlosnak, és nagyon erős lett solo survivorben a hadserege miatt, mert változott egy kicsit a Necroz, és akkor már adunk neki egy kis időt, adunk neki egy kis effektivitást, és erőt kell adni neki. Van, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok erőt ad a Necrosnak, hogy még több ereje legyen, és még azon kívül legyen még neki még több ereje. És minél több erőt adsz neki, annál úgyis Zenorikot húz. Minél több erőt adsz neki, annál erősebb lesz a hadsereg, mert most a hadsereg az úgy működik, hogyha egyszer meghalnak, és újraéleszted őket, megőrzik az erejüket, amivel lőttek, tehát így felsztekkelődik az ultidnak az ereje, az a lényeg, és a hadsereggel emiatt nagyon erős lesz. A Shield of Shadows pedig azt csinálja, hogy 6%-ot, az egy augment van a Shield of Shadows, azt csinálja, hogy 6%-ot elvon a sebzést, amit rád lőnének, elvonja a hadsereged egyes emberei, szóval mondjuk fölélesztesz egy csomó embert, akkor annyiszor 6%-ot vonnak el tőled, és mivel, hogy most ugye erőre van húzva a Necrosz, ezért 13 ellenfelet tudok feléleszteni, nem sok, de nem is kevés. 13 ellenféllel nagyon sok sebzést tudsz elnyerni, én ezért használom a Shield of Shadows-t. Kiveheted és rakhatsz bele extra erőt, extra hadseregér, hogyha nagyon szeretnél, de két formás buildből ez jött ki, és szerintem igazán nem is egy rossz build. Zenorik iskola, megint csak van, Zenorik iskola, de hogyha naramod vissza a kurvára, mindegy. Szóval ez lenne a Solo Survivor, így gyorsan összeállítva nektek, és farmolós build. Next, sose érünk a végére. Néza. Istenem, ez a karakter. Solo Survivor, illetve Draco formulás. Inkább így mondanám a dolgokat. Ja, Draco formulás, Solo Survivor és Crowd Control. Ez meg Crowd Control build. Ennyit róla, semmi extra. Várat még a Nezára a tökéletes build, de tudom, hogy létezik. Van, aki ilyen Neza őrült, és csinálnak rá ilyen furcsa buildeket. Nekem ez volt, ami eddig bevált. Nova klasszikus buildek, azóta se buildeltem át, amióta világ a világ. Lassítós, gyorsítós. Semmi extra. Mindegy, milyen iskola, akkor is ez a szabály a Novánál, tehát így max az erőfelhasználás változik, de a szabály a szabály a Novánál, úgyhogy tök mindegy. Nyx, OP as fuck, ritkán viszem, mert túl OP, ez a build jó mindenre. Hármas képességre alapoz, fegyver mindegy, RK mindegy, iskola Zenorik, ennyi. Oberon, hát állítólag jön egy Oberon Prime. Nem tudok vele mit csinálni, az igazság. Solo Survivor, azt kell mondjam, ja, bocsánat, nem. Solo Survivor egyes képességre alapozott, és ultira, időről időre, amikor szükséged van rá. Solo Survivor és csapatszintű valami, tehát inkább. De a Solo Survivor a lényeg, de nem tudok, egyszerűen nem tudok Uberonnal mit kezdeni, hogy igazán jó legyen. Jó a build, de... de nem, érzem, hogy nem tökéletes. Rino OP as fuck, crowd controlra húztam ki őt, magyarul ultira és időre, hogy az ulti hosszú ideig tartson, és közéjük lőjek egy tonkorral, és bele dögöljön az összes. Ennyit erről. Ennyi. Naraman iskola, vagy Zenorik iskola, halál mindegy.
tényleg halál mindegy. Azt hiszem, amiket akarod, Arcane, Guardiant viszek vele extra armorért. Ennyi. Ez egy kurva jó build, ezt érdemes lemásolni. Nagy területen állítod meg az ellenfelet. Defense, Survivor, Hijack, Mobile Defense, Excavation, mindegy, mindenre viheted. Kurva jó build, szerintem érdemes megfogadni. Ultira alapozott build. És Crowd Control természetesen. Szarin Prime, ugye? Szarin drága, nagy kedvencem, kötelező fókuszform karakter. Tehát fókuszpont formoló karakter. Ezt használom. Szerintem egy az egybe érdemes lekoppintani azoknak, akik szeretik a Szarint. Energia költséges, de nagyon erős build, mondjuk így. Természetesen Szarinnak van egy passzívja, ha az egyes képességed megöl valakit, akkor tölti az energiádat, de annyit meg csinálsz, hogy Zenurik iskola teljes mértékben, de átformázhatod Energy Siphonra, sőt át is kell Energy Siphonra formázni az aura módját, és akkor a tökéletes build lesz, szóval én ezt javaslom, ezt lehet vinni. Ja, itt a Szarin Prime, akkor már megmutatjuk őt is. Itt több idő van, de ugyanaz a történet, és itt már átformáztam az LG C4-ra a aura modját, hogy jobban töltsön. Több effektivitás is, úgyhogy ez így a tökéletes, mondjuk így, ezt érdemes lemásolni. Trinity, na, a Trinity, jajajajajaj. EV Trinity. Ennyit róla. Tehát EV Trinity, erre ez egy ilyen aranyszabály. EV Trinity, kész. Ennyi. Max több erőt adsz neki, de nem kell. Tehát EV Trinity, ez az EV Trinity. Ez egy ilyen aranyszabály. Na, ebben nem nagyon léteznek variációk. Léteznek variációk, de nem különböznek, hogy ez a jobb vagy az a jobb. Ki azt rak bele, amit akar. EV Trinity, az a lényeg. Itt viszont már jönnek a fennakadások, és miért így csináltad ezt, Na igen, így reagálnak erre az emberek. Ez nekem a Blessing Trinity. A Blessing Trinity miatt kétszer leformáztam a Trinity-t. Sokan a Glaive-et használják a Blessingre, hogy Blessinget adjanak neki. Nagyon utálom a Glaive-et, és úgy gondolom, hogy nagyon lassú is. Főleg az új animációval. Lassú, és nem szeretem, az a lényeg. Blessing Trinity-re nekem van egy fegyverem, amivel én Blessinget szoktam adni nekik. Kétféleképpen is játszhatsz a Blessing, ezzel a Blessing Trinity-vel. Mivel a Blessing Trinity sokáig nem hasznos, ezért inkább legtöbbször ő szokott lenni az, aki először rááll az adott pontra, megáll egy helyben, Blessinget kell adni. Kétféleképpen játszott ezzel a builderéssel. És nem mindenkinek lesz meg a Glaive, főleg az újaknak meg. Ezért én a Talons javaslom. Fegyvernek, hogy blessingeld magad, és ezért van így buildelve ez a Trinity. Ezzel a buildel a Talons matematikailag számolva képes neked blessinget adni. Hogyan csinálom én ezt? Úgyhogy nem megyek a csapattal az Isten háta mögé, vagy megyek velük, de mindig úgyis én állok meg először. Megállok, felrobbantom magam azt, de így, konkrétan ezzel a modolással, ez a modolás arra a fegyverre van kitalálva, kifejezetten. A Glaive-es fajta Blessing Trinity az ilyen általánosabb Blessing, de ez kifejezetten, azért mondom, hogy ezzel a Blessing-el óvatosan. Akkor nem feltétlenül másod, de csak akkor nagyon akarod. Mit csinálok? Ugye futás közben, ha futok és menni kell a csapattal, magam elé dobálom a talonzt, és ráérek, felrobbantom magam az Isten szerelmére, és már is. És hogy működik a handspring, tehát megint csak egy ilyen dolog. Magam elé dobom, nem is kevés méterrel, magam elé dobom a talonzt, rárobbantom magam, és a handspring miatt, a robbanás miatt ugye elesem. De a handspring az úgy működik, hogy miközben futsz és elesel, előre felé dob, szóval nem akadályoz meg a haladásban. Így működik az én Blessing Trinity-m. Ja, és meg tudom adni 99%-osat, hogyha arról van szó. Na, de amúgy ritkán viszek Blessing Trinity-t. Nem, amúgy tökéletes, tehát ezt kipróbáltam, működik, tehát félértés ne esik, csak nem én szoktam lenni a Blessing Trinity, mert nem tudok olyan jól egyszerre több dolgra figyelni, mint ahogy mások jobban tudnak az egy csapatban, akikkel szoktunk menni. Nos, de EV Trinity.
Ennyi. Valkür. Most Valkürről mit mondjak az Isten szerelmére? Vedd ki belőle az összes modot, köpjél rá kettőt, rakd meg Amálba, és vidd el egy Soul Survivor, és akkor is túléli két óráig. Tehát, ennyi. Tehát, Soul Survivor. Ennyi. Soul Survivor buildelés. Kard mindegy, RK mindegy, amíg benne vagy ultiba, minden mindegy lesz. Minden mindegy. Sokan abba kötnének bele, hogy miért időre húztam effektivitás helyett. Azért, mert Eternal Ward használok. És azért, mert én használom a kettes képességét a Valkyrnek. Tehát ennyi le van. Aki nem érti, az goodbye. Kettes képesség, Eternal Ward és a többi. Így jártunk. Ez a bildelés úgy gondolom, hogy kötelező szerűen le lehet másolni, annak akiknek megvannak. Ezek a modjaik, bocsánat, meg volt fázva. Ezek a modok, akinek megvannak, le lehet másolni, kötelező szerűen. Akinek nincsenek meg ezek a modok, azok effektivitásra húzzák könyörűen, de maximális effektivitásra. Inkább. Jó? Tehát maximális effektivitásra. De amúgy ez a build tökéletes. Kettes képesség és ultira alapozva. És mindegy milyen iskolára. Mindegy, minden mindegy Valkürnek, de amit mondtam, tényleg. Vedd ki belőle az összes modot, köbb le és rakd meg Amálba, és biztos, hogy túléli. Valkür mindegy. Vóban se sokat változtattam az elmúlt időben, mert így volt jó. Van egy energy szifonos build, de ami még fontosabb és legfontosabb, a raid. A raidre gyakran viszek Vóbant és a Corrosive Projection raid terület. És sokan csodálkoznak az, hogy miért csak 40% az erőm, és Zenurik iskola természetesen, Arcane mindegy, fegyver mindegy. Miért 40% az erőm, hiszen akkor alig fog fel ellenfeleket. Ugye minél több az erőd, annál többet fog fel a WoW-ban. De viszont ugye cserébe van 175 effektivitásom. És mindenki mit csinál a WoW-ban? A többek között én is, mint a hülye dobálom a 3-ast. Ember, hogyha már lerakok 4-3-as, tehát 4-3-as képessége, 4 bastilt lerakok a pályán, az már mennyi ellenfelet fog fel? Fölfogja az egész pályát, és már csak poénból is leszek te rakni 20-at, tehát így most értitek mi a lényeg. Szóval ezért használok kis erőt, sok effektivitás, némi időt, nem muszáj neki olyan sok időt adni, és kész, tettessék, ennyi. Voilà, c'est fini, lehet menni. Nem kell még formosabb bele, az a lényeg. Ez meg lejön egy kicsit több erő, kisebb területen, nem tudom. Ez egy build, lényegtelen, ez ami a lényeges. Ez a lényeges. Ezt érdemes lekoppintani. Viszed raidre, akárhova, a WoW-ban itt túléli, és kész, ez a lényeg. Na. Ki a következő? Voltnál, hogy is csináljuk? Voltnál csináljuk úgy, hogy Zenurik iskola, mindegy milyen árkén, mindegy milyen fegyver. Van egy ilyen erőbild alacsony és középszintekre, hogy mennyi ezt őjé vele. Ez az, amit kezdőbbek is meg tudnak csinálni, semmi extra, és talán kell is nekik, az idő legyen pluszos, az a lényeg. És van egy ilyen szólósabb, survivor-esebb build, ami csak időre és a 3-as képességre és a pajzsra alapoz, ennyi a történet. És van ugye élet, hogy túléljen. Zenurik iskola igazából, halál mindegy. De ha nem Zenurikot iskolát húzza, hanem valami mást, akkor a Rage mod segíteni fog. Szóval ez nekem a régi bildelés, meg Zenurik iskola előtti, de a Rage mod segíteni fog. Abban, hogy legyen mindig energiád arra a 3-as képességre, de úgy érzem, hogy 850 energyből elég sok shieldet le tudsz rakni. Na. Wukong, a Wukong nálam az a karakter, amit szentientek ellen viszek, és szerintem nagy szerepe lesz a későbbiekben, amikor a szentientek állandó ellenfelek lesznek. Ez lenne az a build. Az egyik van, másik és nincs. Jó. Ez az a build, Solo Survivor. Szentientek elleni csoda build, mondjuk így. Ez úgy szoktam hívni, hogy I don't give a fuck, mert úgyis túlélem build. És ez tényleg olyan semmi extra, túl lehet vele élni. Nem kell bele forma, az a lényeg. De egy jó build arra a szintre. Zephyr az a mindenki máshogy áll hozzá karakter, legtöbben utálják, és akik nagyon szeretik, azok nagyon is tudják bildelni. Én nálam a de ronda vagy, és miért vagy ilyen ronda kategóriába tartozik, és a
úgyse viszem el sehol, mert kurva ronda ez a karakter kategóriába tartozik, amúgy elég jó. Ez lenne egy legtöbb a Zephyr-féle solo survivor, vagy csapat buffra szokták húzni. Csapat buffra, mert a hármas képessége ad némi buffot a fegyverekre. Ez. Effektivitás, kettes, hármas, kettes, miről beszélek? Hármas képességre kihúzott. És ultira kihúzott build. Ennyi. Túlélje vele sokat. Túlélje vele sokat. Azért árként mindegy. Naramon iskola értelemszerűen. Lifestrike card értelemszerűen. Ezek kötelezőek neki. Naramon iskolával elmész, amíg jól esik, de hármas képességre kihúzott. Card, és, bocsánat, hármas képességre kihúzott build, solo survivor, Naramon iskola javallott, de amúgy túlélsz vele akármit. Érdemes lekoppintni, szerintem nem egy vízesen rossz build, és kifejezetten túl lehet vele élni. Nos, ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam segíteni valamit, és ugye tényleg ennyi van, ennyi, ugye igen. Remélem, hogy tudtam segíteni valamit, és ja, nos, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!